10 írás foglalkozik ezzel a témakörrel, helyhez kötötten is, nem csak általánosságban, tehát hogy a reformáció itt a vidékünkön hogy jelent meg, hol jelent meg, mikor jelent meg, és tulajdonképpen milyen emlékeink vannak ugye a reformáció történetéből. Ezt fontosnak tartottuk, mert a múlt év az kiemelten ugye ezt a jubileumot kezelte, ünnepelte. Ezen kívül írást olvashatunk a szintén jubileumi témáról, Szent Lászlóról.